Bill Linderman általános iskolai tanár Arizonából mindig keresi, hol segíthet másoknak. Az egész hátsó kertemet az emberek táplálására szántam oda. Van 7 szilvafám, 15 almafám, 3 gránátalma és 2 fügefám. Bill nem mindig volt olyan nagy adakozó, mint most, bár hűségesen fizette a tizedet, amióta csak tanít. Azt mondja, a pénze többi részét nem tudta jól kezelni, sőt, még rossz befektetésekbe is fogott. Kétszer is próbált a kölcsönét újabb kölcsönnel kiváltani, és tőkéje is alig volt 15 éven át. Bill végül Istenhez fordult segítségért. Egyik nap a parkban kocogtam, amikor Jézus szólt hozzám, hogy Bill, te fizess ki az én házamat, és én segítek kifizetni a tiédet. Bill azonnal elkezdett a tizeden felül adni, hogy gyülekezete kifizethesse a kölcsönt. Mikor Isten felbátorított, hogy adakozzak, ő megnyitotta a mennycsatornáit, és képzeletemet felülmúlóan áldott meg. Bill nem sokkal ezután sok extra pénzt keresett néhány általa készített munkafüzetből. Tudtam, hogy ha Istennek adok, ennek kell történnie, és meg is lett. Mielőtt megtudtam volna, a házam ki volt fizetve. Később ezt a házat eladta és egy nagyobbba költözött, amit 7 év alatt szintén kifizetett. Azóta Bill célja, hogy tizedét gyülekezetének és a CBN-nek adja. Adjatok, és nektek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, mondja az írás. Nekem nélkülözhetetlen az adakozás.